Több mint 80 ezer munkavállalót foglalkoztatnak osztrák tulajdonú cégek Magyarországon. Erről az osztrák nemzeti ünnep alkalmából tartott fogadáson beszélt az osztrák nagykövetség kereskedelmi tanácsosa. Mint mondta, Magyarország számára Ausztria, Németország után a második legfontosabb kereskedelmi partner, és a hazai beruházásokat tekintve is a második helyen áll Németország mögött. 1955. október 26-án rögzítették Ausztria örökös semlegességét az alkotmányban. Így ez a dátum lett az osztrákok egyik nemzeti ünnepe. Az államszerződés lehetőséget teremtett arra, hogy a II. Világháborúban Németország oldalán belesodródott Ausztria 1955-től független, semleges országként a saját útját járja. Magyarország és Németország között jók a politikai kapcsolatok. A vasfüggöny lehullása után az osztrák vállalkozások voltak a legelsők, akik megjelentek és üzleti tevékenységbe kezdtek Magyarországon. Ezt az osztrák nagykövetség kereskedelmi tanácsosa mondta az ünnepségen. Ha azt nézzük, hogy a két ország milyen szerepet tölt be egymás kereskedelmében, akkor ennek alapján az osztrák pozíciók igen jók Magyarország számára. Ausztria Németország után a második legfontosabb kereskedelmi partner. A kereskedelmi tanácsos hozzátette, Ausztriának világviszonylatban Magyarország a 7. legfontosabb kereskedelmi partnere, Európában pedig az 5. legfontosabbnak számít. A magyarországi befektetések rangsorában Hollandia és Németország mögött Ausztria áll a 3. helyen, amely az ideérkezett vállalkozások révén több mint 80 ezer magyar embernek ad munkát. Barabás László, Ausztria-Magyarországi tiszteletbeli konzulja a vendégem. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok, és köszöntöm a nézőket. Kezdjük talán azzal, hogy meglehetősen speciális helyzetben és különös hangulatban ünnepelt idén Ausztria. Hát abból a szempontból minden bizonya, hogy hanem a legfontosabb állami ünnepe, hiszen ez az örökös semlegességnek a napja, és ezt a ünnepet úgy ünnepelte meg Ausztria, hogy éppen nem volt államfője. Hiszen július első napjában lejárt Heinz Fischernek, a megelőző osztrák államfőnek a mandátuma, és az eddigi újraválasztási kísérletek, ezek sikertelnek voltak annyiban, hogy nem is volt még igazából eredményes újabb választási forduló. Most december 4-én, tulajdonképpen Mikulásra lehetne mondani, van kitűzve a következő választási forduló, merjük remélni, hogy ez most már eredményes is lesz, és akkor kiderül, hogy a két állva maradt jelölt közül kit fognak megválasztani az osztrákok államfőnek. Magyarország számára ez mit jelenthet? Hát önmagában az államfőnek a funkciója, a jogosítványa Ausztriában nem túlságosan erősek, tehát azt lehet mondani, hogy ez alapvetően bizonyára nem fogja befolyásolni a magyar-osztrák kapcsolatokat, de akárki is lesz a Fischer államfőnek az utóda, bizonyára nem lesz neki könnyű dolga, hiszen jól lehet, ő sem így kezdte, de nagyon integratív személyiségé vált, és épp ezért egy sokak által, többség által tisztelt, megbecsült államfő volt. A mostani két jelöltnek ezzel a problémával ezért bizonyára meg kell majd küzdenie. De hogy megismételjem, szerintem ez a Magyarország kapcsolatokat alapvetően nem fogja befolyásolni. Különösen nem befolyásolja azt a nagyon mély történelmi gyökerű kapcsolatot vagy múltat, ami összeköti ezt a két országot. Melyik az az időszak a közös történelmünkben, amit Ausztria a leggyümölcsözőbbnek tekint? Köszönöm a kérdésnek a megfogalmazását, hogy amelyet Ausztria a leggyümölcsözőbbnek tekint, de hát azt hiszem, hogy a magyar szemszögből is ítélhető úgy, hogy talán egybe is esik a két megítélés, mert illetve valahol a Mohács után kezdődik a közös történelmünk, sőt, most adjuk a régebbi évszázadokat, és hát egészen az első világháború végéig ez tartott, az Eckhart-Szavai nyilatkozatig, illetve a trónfosztásig, de azt gondolom, hogy a kiegyezés után, tehát 1867 után, amikor Európában egyáltalán, de aztán Magyarországon, illetőleg a Habsburg-birodalomban most már kettős központú Habsburg-birodalomban olyan fokú gazdasági, kulturális fejlendülés vette kezdetét, ami mind a két félnek csak javára vált. Az a századfordulós építkezési hullám, ami Bécsben is jelentkezett, egy kicsit hamarabb, de aztán Budapesten is jelentkezett, és
kialakult ez a Budapest, amit mind a mai napig látunk, és hát nem csak Budapest, hanem a sor nagyváros, akkor itt úgymond történt Magyarországnak a területén, akkor alakult ki az egységes városkép, amit mind a mai napig elmegyünk ezekbe a városokba, Kassára, Kolozsvára, akkor ismerősként köszönhetünk. De a gazdasági felrendelés, ami ezt megalapozta, ezeket az óriási infrasztrukturális, részben pedig presztízs beruházásokat, és ezek ennek a közös, azt hiszem mind a két fél számára prosperáló időszaknak az eredménye volt. A jelen tekintve ez a nagyon szoros közös múlt mennyiben befolyásoló, mennyire előny, vagy esetleg mennyire hátrány az, hogyha túlságosan közelről ismerünk valakit? Hát a jó szomszédság, ugye van, és erre van a közömondás, hát a szomszédság mindig hoz magával a súrlódásokat is az együttműködésen túl. De azt kell mondanom, hogy azért 1995 óta, mióta Ausztria tagja az Európai Uniónak, aztán Magyarország is tagjává vált az Uniónak, tehát tagjai vagyunk egy olyan együttesen, egy olyan közösségnek, ahol persze nem bilaterális, hanem multilaterális módon az együttműködés folyik, de hát a közelség miatt, az emlegetett múlt miatt, amely nagyon sok dimenziója van, nem csak gazdasági, hanem valóban politikai, kulturális és kulináris múltak, éppen folyik a vita, hogy akkor most bizonyos vitemények vagy édességek, most azok osztrákok igazából, vagy magyarok igazából. De hát ez is annak egész jó gulyást lehet enni. Igen, hogy most mit tettenek, a gulyás alatt, ez egy másik dolog. De hát az a almás ütemény, az most akkor osztrák, a strudel, a strudli, ahogyan a magyarországosan mondják, az milyen számítású. Tehát sok rétege van ennek, de azt hiszem, hogy ez az együttműködés nagyon gyümölcsöző, mind a mai napig. Igaz ez a gazdaságra is, igaz ez az oktatási együttműködésekre is, igaz ez a kulturális együttműködésekre is. Súrlódások mindig is voltak, most is vannak, és bizonyára lesznek a jövőben is. Ezekről kell akkor külön lehet beszélni. Elhangzottak a bejátszásban különböző adatok Ausztria és Magyarország kereskedelmi kapcsolataira vonatkozóan, illetve hogy 80 ezer magyar munkavállaló gyakorlatilag osztrák cégnek dolgozik Magyarországon. Igen. Pillanatnyilag a jelenlegi helyzet milyen irányt mutat, mennyire vonzó Magyarország az osztrák vállalkozások számára? Hát minden jelenség, azt hiszem, ez is hullám természetű. Tehát egyszer felfelé, bizonyára vannak ennek lefelé menő ágai is, vagy időszakai is. Az osztrák vállalkozók voltak valóban az elsők, amelyek megjelentek a magyar rendszerváltás után Magyarországon, és sok mindent hoztak magukkal, tőkét hoztak magukkal, technológiát hoztak magukkal. És a vállalati kultúrát. A vállalati kultúrát is hoztak magukkal, tehát nagyon sok minden profiltált ebből Magyarország. Nyilvánvalóan egy üzlet akkor még jól, hogyha minden két fél profitál ebből. És hát ennek a arányai biztosan vitatottak is, vitathatók is, hogy most és változnak is, hogy melyik fél profitál inkább belőle, de hát azt lehet mondani, hogy van még ebben a kapcsolatban potenciál. Tehát Magyarország bizonyára még többet tudna profitálni abból az osztrák tudásból, tőkéből is, ami bizony nagyon jól jött Magyarországnak, akár a bankokat tekintve is, amikor a válság beütött, és akkor a Magyarországon működő bankok a saját anyabankjaiktól kaptak jelentős segítséget, hogy túléljék ezt a gazdasági pénzügyi válságot. A magyar tőkeerő nem igen lett volna elegendő több esetben, hogy ezt így pótolja. Erről talán kevesebb szó esik, de hát ez is hozzá tartozik. És hát persze továbbra is szeretnék a maguk hasznát azért itt látni, de azt is lehet látni, hogy hosszabb távra igyekeznek berendezkedni. Tehát nem jöttünk, gyorsan győzünk, learatjuk a babérokat, és aztán akár romokat magunk mögött hagyva távozunk. Pont ezt is tudja megakadályozni ez a hosszú közös múlt, amivel rendelkezünk. Barabás László, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Én köszönöm a meghívást.